A széken a közbiztonság jó. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy csökken a városban regisztrált bűncselekmények száma. Kevesebb a lopás, a csalás és a közlekedési szabálysértés is. Mindez köszönhető a rendszeres rendőri jelenlétnek és a polgárőrséggel való szoros kapcsolatnak is, derült ki a város tavalyi évi közrendjének értékeléséből és a Polgárőr Egyesület beszámolójából. Ez egy igen komoly együttműködésnek köszönhető, hiszen a rendőrség mellett azért a polgárőrség is aktívan részt vállal Bátaszék közbiztonsági helyzetének javításában vagy észlelésében. Együtt szoktak járőrözni, a polgárőrség külön is szokott járőrözni. Javult a helyzet, de nyilván vannak még pótolandó feladatok. Ezek közé tartozik az is, amit az elmúlt testületi ülésen indítványoztam, hogy mérjük fel a térfigyelő kamerarendszernek az állapotát, és próbáljunk egyfajta átfogó fejlesztést adni, ami biztosítja, hogy a kamera felvételek bizonyító erejűek lehetnek, és teljes lefedettséget tudnak biztosítani a városban. Mind a hivatásos, mind az önkéntes tűzoltóság is számot adott a tavalyi évi munkájáról. A beszámolókból kiderült, hogy eredményesen és hatékonyan vették fel a küzdelmet a feladatokkal. A bátaszéki lánglovagok helytállását bizonyítja az a statisztikai adat is, miszerint mindössze két esetben volt szükséges a szekszárdiak segítsége. A testületi ülés egyik legnagyobb vitája a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintette. Az itt folyó szakmai munkát mindenki pozitívan értékelte. Azzal is mindenki egyetértett, hogy egyre súlyosabbak a szociális és mentális problémák, melyek feldolgozása nem csak az ellátottaknak okoz nehézséget, hanem az ezekkel való szembesülés a segítő szakmákban dolgozóknak is, hiszen rajtuk csapódnak le az indulatok. Ezért a Szociális Bizottság pszichológusok, trénerek bevonását javasolta a problémák enyhítésére, melynek anyagi vonzata is lenne. Úgy érezzük, hogy ezeknek az embereknek még a kiégés előtt tudnánk valamiféle segítséget nyújtani. Erre vannak akár díjmentes tréningek, amelyet az Egészségfejlesztési Intézet is segít, de vannak, én azt gondolom, hogy megfizethető, akár pszichológus igénybevételével egyfajta tréningek is, amelyek egyrészről a szakszolgálatnak a dolgozóit is érintheti, de az ellátottakat is. Ebben semmilyen egyeztetés nem történt, se szakmai, sem várospolitikai oldalról. Felvetődött az ebben a vitában, hogy hát miért pont csak ezt a szegmenst emeljük ki, hiszen az önkormányzat működésében számtalan olyan terület van, akár még a gondozási központon belül, akik hasonlóan konfliktusos munkakörben dolgoznak. A bizottság másik javaslata a szociális rendelet módosítását érinti. A gondozási központ a jelen működéstől némileg eltérve rendelkezzen egy bizonyos házi pénztári összeggel, és minden egyes határozatot ne kelljen megvárni ahhoz, hogy ő segítséget tudjon, akár anyagi segítséget is tudjon nyújtani a rászorulóknak. Bátaszéken lesznek olyan utcák, melyeket érinteni fog a házszám megállapítással kapcsolatos önkormányzati rendeletmódosítás, mely a központi jogszabályokhoz igazodik. Ennek megfelelően házszámcserék várhatók, többek között a Kölcsei, az Adi, a Babics, a Kövesdi és a Kolozsvári utcákban. A módosítás szerint a házszámok csak növekvő sorrendűek lehetnek, és ahol alátörések szükségesek, csak is betűvel jelölhetőek. A hivatal meg fogja személyesen levél útján keresni közvetlenül az érintett házszám, illetve ingatlan tulajdonost. Ebben a tájékoztatóban meg fogja jelölni, hogy mire fog változni a jogszabályból adódó a házszám. Elindul gyakorlatilag ez az eljárás. Ez teljesen költségmentes. A hivatal értesíteni fogja a megfelelő kormányablakot. A kormányablak el fogja készíteni az új lakcímkártyát térítésmentesen, és el fogja juttatni az ingatlan tulajdonosainak. Akiknek esetleg az ingatlanukban vállalkozás működik,
vagy gazdasági társaság székhelye a kiadott határozat alapján szintén térítésmentesen kezdeményezhetik a nyilvántartásukban az átvezetést. Lesz szúnyoggyérítés is Bátaszéken, kétszeri földi írtás várható a közeljövőben, hiszen ehhez rendelt 1,2 millió forint forrást a képviselőtestület.